Felhúzták a Sándor palota zászlaját a Fehérvár Csurgói Károlyi kastélyban, megérkezett Novák Katalin Fehérvár megyei kétnapos látogatására. A köztársasági elnököt Károlyi György és felesége Angelika, a Vármegye országgyűlési képviselői, a Vármegyei közgyűlés elnöke, a Vármegye főispánja mellett a helyi általános iskola diákjai fogadták. Minden eseményünknek megvan az a háttere, hogy Magyarország európai kötődését, a magyar kultúrát, a magyar országot minél jobban népszerűsíteni tudjuk, úgy külföldön, mint egyébként otthon is, mivel Magyarországon vagyunk. A mai esemény egy magyar esemény, és az is számunkra egy nagyon nagy személyes megelégedés, hogy ezt a helyszínt olyan személyek, olyan személyiségek választják, mint a köztársasági elnök. Novák Katalin 6. vármegyei látogatásának helyszíne Fejér. Mint elmondta, szeretne minden vármegyébe eljutni személyesen. Igyekszünk kialakítani ennek a rendjét, a rutinját. Egyébként az ötlet az a német elnöktől jött, mert a Steinmeier elnök rendszeresen kihelyezi a saját hivatalát Németország valamely, nem is tartományában, nem is a településére. És nekem ez nagyon tetszett, ez az ötlet, persze Németország vagyok, mint Magyarország, meg más berendezkedésű, de úgy gondolom, hogy Magyarországon is meg lehet ezt tenni, hogy néha kicsit vigyük a fókuszt Budapestről máshova. Novák Katalin délelőtt Fejérvár megyei vezetőkkel találkozott, hogy megbeszéljék a térség értékeit és a megoldandó problémákat. Kiemeltük a 13-as, 81-es, 63-as útfejlesztését, az M8-as útfejlesztést, a Verebvágy-Úró-Etyek útfejlesztést, kisebb fejlesztéseket is, mint például a V4 ifjúsági központ Sukoró, vagy kiemeltük a bicskei intermodális csomópontnak a fejlesztési kérdését, az M1-es autópálya fejlesztése kapcsán a régi 1-es út vonatkozásában körforgó építését, és olyan fontos kérdéseket is érintettünk, mint például a Velencei tó jövője. Délután Novák Katalin a Sukorói Református templom előtti 1848-as emlékműnél koszorút helyezett el, és a helyi lelkész körbevezetésével megtekintette a szabadságharcban fontos szerepet betöltött templomot, ahol a pákozdi csatát készítette elő 175 évvel ezelőtt a haditanács.